Osztályelnök úr, tisztelt akadémia, kedves kollégák, kedves barátaim! Engedjék meg, hogy mivel felvétel készül erről az alkalomról, külön köszöntsem azokat is, akik bár szívesen itt lennének, de a jelenlegi járványhelyzet miatt nem tudnak jelen lenni. Köszönöm Kis Jenő professzor úrnak a rendkívül sok dicsérő gondolatot, szót, azt pedig külön köszönöm neki, hogy kiemelte azt, hogy amit én elértem a pályámon, a kollégáim nélkül nem tudtam volna elérni. Vele együtt Honti László professzor úrnak és Kósa László professzor úrnak is köszönöm, hogy ajánlottak az akadémiai tagságra, hiszen ezzel mint egy testület színe előtt, mint egy szellemi kezességet vállaltak értem. Köszönöm nekik. Az előadásnak most már itt látható akkor a címe. Adat és elmélet a Kárpát-medence korai jómagyarkori nyelvi viszonyainak vizsgálatában. Előadásom középpontjában a magyar nyelv legrégebbi írásos forrásai, az úgynevezett szórványemlékek állnak. Ezek tudományos hasznosításának a kérdéseiről kívánok a következőkben szólni. A magyarországi írásbeliség az európai társadalomhoz, kultúrához való kapcsolódás egyik legfontosabb elemeként, nagyjából az államalapítással egy időben jött létre. Az írásbeliség nyelve az európai gyakorlatnak megfelelően kezdetben a latin volt, hatóköre elsősorban az állam és ezzel szoros kölcsönhatásban az egyház ügyeire terjedt ki. Az írások tárgyából következően azonban megkerülhetetlen volt, hogy a latin szövegekbe elszórtan, vagy akár nagyobb számban magyar nyelvű elemek is bekerüljenek. Ezeknek a szórványoknak nagy szerepük volt aztán abban, hogy írásbeli rögzítésük révén fokozatosan megteremtődjenek a magyar nyelvű írásbeliség feltételei. A magyar nyelvű szórványok hatalmas többsége személyeket, illetve helyeket jelölő szó vagy szerkezet, s e fogalmi körökből adódóan többnyire tulajdonnév, személynév és helynév. Ezek közül én itt most csupán a helynevekkel kívánok foglalkozni. Úgy gondolom ugyanis, hogy ezek vizsgálata nem csak a magyar nyelv történetével kapcsolatos tudásunkat, hanem más történeti tudományok ismeretanyagát is igen jelentősen gyarapíthatja. E tudományterület fontosságát már önmagában az a tény is vitathatatlanul mutatja, hogy olyan kiemelkedő tudósi életpályák épültek a Kárpát-medence régi helyneveivel való foglalkozásra, ahogyan erre Kis Jenő professzor úr is utalt, mint például Melich Jánosé, Knyezsa Istváné vagy Kis Lajosé. Közvetlen motivációt, témát, módszert adnak etéren ma is Benkő Loránnak az ezredforduló környékén született művei, és még ma is érvényes Bárci Géza, az egykori debreceni egyetemi tanár, több mint fél évszázaddal ezelőtt adott iránymutatása, mivel az etéren felhasználható forrásoknak mind a mai napig csak egy kis töredékét vették birtokba a kutatók. Az itt felsorolt nagyformátumú nyelvész tudósok munkáinak interdisziplináris jellege, és ezáltal a más tudományok művelőire gyakorolt jelentős hatása azt bizonyítja, hogy a Kárpát-medencében a honfoglalást követő évszázadokban élő különböző etnikumok nyelvének azonosításához, ezek területi viszonyainak feltérképezéséhez a helynevek szolgálnak éppen a legalkalmasabb forrásul. A címben jelzett nyelvi viszonyokat e kérdéskörre különösképpen a magyar és a szláv nyelvű lakosság területi érintkezésére összpontosítva vizsgálom a továbbiakban. Előadásomban azt szeretném igazolni, hogy a szórványemlékek helynévanyagának tudományos elemzése bizonyos pontokon alapjaiban határozza meg a magyar nyelv történetének a kutatási lehetőségeit, és ebből adódóan új távlatokat nyithat a magyar nyelv történetírás előtt. A figyelmet arra kívánom elsősorban ráirányítani, hogy milyen elméleti és kutatásmódszertani megújulás zajlott le a közelmúltban ezen a téren, és milyen további munkára van szükség ahhoz, hogy ez a kutatási terület meg tudjon felelni az itt jelzett fontos feladatoknak. Ennek megfelelően elsőként arra térek ki, hogy a történeti helynévkutatás külső tudományos feltételei hogyan változtak meg az utóbbi időben. Ezt követően pedig arról szólok, hogy a nyelvtörténeti, illetve névtudományi kutatások elméleti hátterének megújulása miként hatott a tudományterületre. A helynév rekonstrukció és a relatív kronológia módszerét felvázolva pedig bemutatom azokat a metodológiai újításokat,
amelyek a történeti helynévkutatást a közeljövőben jelentősen előrevihetik. Végül pedig a várható eredményekből, a címben jelzetteknek megfelelően, a Kárpát-medence korai jómagyarkori magyar-szláv nyelvi viszonyaira vonatkozóan kívánok néhány lényeges, megítélésem szerint szemléletformáló adalékot közreadni. A történeti helynévkutatás lehetőségei nagyban függnek a történettudomány egyes részterületeinek, főképpen a diplomatikának és a történeti földrajznak a helyzetétől, eredményeitől. A korszerű, megbízható forrás feltárás terén nagy jelentősége van annak, hogy Györffy György érdeméből rendelkezésre áll a legkorábbi 1000 és 1131 között keletkezett oklevelek kritikai kiadása. Az oklevelek státuszának, vagyis eredeti, másolati, hiteles, hamis, interpolált jellegének és ezzel együtt a keletkezési idejének a legújabb történettudományi ismereteken alapuló meghatározása, a korábbi ismeretanyag felülvizsgálata alapjaiban érinti a bennük található magyar nyelvű szórványok nyelvtörténeti értékelését is. Györffye kulcsfontosságú munkája mellett a folyamatosan napvilágot látó további forráskiadványok ugyancsak jelentősen bővítik a kutatásoknak a lehetőségeit. Ezeknek a forráskiadványoknak meghatározó szerepük van abban, hogy a nyelvtörténészek ma a korábbinál jóval nagyobb figyelemben részesítik az úgynevezett bizonytalan kronológiai státuszú oklevelek nyelvi anyagát. Az átiratban fennmaradt, illetve a hamis és az interpolált, vagyis a későbbi betoldásokkal meghamisított oklevelek korábban amiatt szorultak háttérbe, illetve estek ki szinte teljesen a nyelvtörténeti vizsgálatok látóteréből, mert éppen azokra a részterületekre, a helyesírás és a hangtörténeti kutatásokra vonatkozóan adnak jó részt bizonytalan ismereteket, amelyekre a szorványemlékek nyelvi anyagát, az időtájt a leginkább felhasználták. Szöke Melinda kolléginám a Garamszent Benedéki apátság interpolált alapító levélét vizsgálva olyan nyelvtörténeti módszert alakított ki, amelynek segítségével, összhangban a diplomatika eredményeivel meg lehet kísérelni a bizonytalan kronológiai státuszú oklevelek időbeli rétegeinek a szétválasztását. E módszert alkalmazta Kovács Éva, az ugyancsak interpolált százdi alapító levél helynévi szorványainak nyelvtörténeti elemzését közreadó munkájában. Ez a két monográfia összességében több mint 200 általános nyelv- és névtörténeti tekintetben hitelesnek tekinthető helynévadattal gazdagította a 11. század nyelvtörténeti forrásbázisát 1067-re, illetve 1075-re az oklevelek keletkezési korára vonatkozóan. Azaz, csupán egyetlen emberöltőnyi távolságra a tihanyi alapítólevél, ugye az első eredetiben fennmaradt magyar oklevél, helyet jelölő 82 adatától. A 11. századból való bizonytalan kronológiai státuszú oklevelek feltárása jelenleg is folyik, elsősorban Szőke Melinda, Pócos Rita és Pelcéder Katalin jóvoltából. Ezek mellett a nyelvtörténeti szempontból kétségkívül legfontosabb korabeli forrásnak, a tihanyi alapító levélnek az újrafeldolgozása is elkészült az utóbbi évtizedben, Szentgyörgyi Rudolf, illetve én magam foglalkoztunk ezzel a nyelvemlékkel monografikus szinten. Mindezen munkánknak köszönhetően összességében egy olyan új kép áll össze egyre plasztikusabban a 11. század nyelvi mozaikjaiból, amely a Knyezse István által a korszak jellemzésére felhasznált adatbázisánál nem csak mennyiségét tekintve támaszkodik jóval nagyobb adatállományra, hanem ez a forrásanyag megbízhatóságában is túlnő azon, mert kizárólag olyan nyelvi elemek alkotják, amelyek ténylegesen előforduló adatként is köthetők ehhez a korszakhoz. A történeti helynévkutatás nagymértékben támaszkodik a történeti földrajz eredményeire is, abból adódóan, hogy a lokalitás a helynevek jelentésének fontos, talán legfontosabb eleme. Györffy Györgynek az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című munkája, amelyre Bárci Géza a fenti idézetében utalt, a korabeli névanyagnak mintegy a kétharmad részét tárgya fel a tudományterület követelményeinek megfelelően, és a nevek a területi szempontú nyelvtörténeti kutatásoknak kiváló alapját jelentik. Ennek pedig azért van különösen nagy jelentősége, mert az Árpád-kori magyar nyelv területi változatainak, a korai ómagyar nyelvjárásoknak a tanulmányozására aligha találunk megfelelőbb forrásanyagot, mint éppen a lokális kötettséggel funkcionáló helyneveket.
A szórványemlékek neveinek azonosítása és helyhez kötése persze nem mindig könnyű feladat, ebben nem ritkán éppen a helynév történeti elemzés tud segítséget adni a történeti földrajz, illetve általában is a történettudományi kutatásoknak. Mindebből az a következtetés szűrhető le, hogy a helynévtörtész eredményei abban az esetben lehetnek igazán megbízhatóak, ha ő maga is hiteles, korszerű forrásközlési elvek alapján közzétett, mondhatni minőségi adatokkal dolgozik. Ilyen adatok pedig egyre nagyobb számban állnak a rendelkezésünkre. Egy öniróniát sem nélkülöző megállapítás szerint a nyelvtörténész két esetben van nehéz helyzetben. Akkor, ha túl kevés, illetve akkor, ha túl sok adata van. Ez utóbban valóban nem könnyű probléma megoldásában a digitális adatkezelés jöhet a segítségünkre, amely különösen a térinformatika alkalmazásával biztosít minőségileg is új lehetőségeket, ennek révén ugyanis adatok nagy tömegét nem csak egyidejűleg kezelhetjük viszonylag könnyedén, hanem a jelenségek és folyamatok tipizálását, valamint időbeli és főként, ami nagyon fontos, térbeli áttekintését is nagyban segíti a megfelelően alkalmazott digitális technológia. A történeti helynévkutatást az utóbbi időben jelentősen érintette egyfelől a nyelvtörténeti, másfelől a névtani onomasztikai kutatások elméletének és módszertanának a változása. A magyar nyelvtörténetírás fő vonulatát megítélésem szerint újabban az jellemzi leginkább, hogy noha más törekvések is jelen vannak benne, egyre szervesebben ágyazódik bele a funkcionális nyelvészet irányzattá szerveződött keretébe. Ez alapvető szemléletváltást nem követelt meg a tudományterület kutatóitól, ugyanis azok az alapelvek, amelyek ebben az elméleti keretben újabb megközelítési perspektívát nyújtó rendszerré álltak egybe, jó részt már régóta jelen vannak a hagyományosnak mondott magyar nyelvtörténeti vizsgálatokban. Minthogy pedig a történeti névkutatás ebben a tekintetben lényegében véve követte a magyar nyelvtörténeti kutatások általános fejlődését, a funkcionális megközelítés legfontosabb alapelveit e részdisziplína, tehát a névtan szemléletében is és módszerében ott találjuk. Újítást ebbe a szemléletváltozásba leginkább az onomasztikai nézőpont megerősödése hozott. A korábbi kutatások kevésbé figyeltek ugyanis arra, hogy a szórványok nagy része tulajdonnév, és ez a szócsoport sajátos nyelvi tulajdonságokkal is rendelkezik. A nevekkel való foglalkozás a nemzetközi tudományos szintéren lényegében az utóbbi bő fél évszázadban vált önálló disziplínává. Ennek fontos szerepe volt a nevekről való tudományos szemlélet változásában is, amely korábban főképpen a modellelméletek, majd a funkcionális nyelvszemlélet és a pragmatika, újabban pedig leginkább a kognitív tudomány hatására módosult. A névfelfogásban bekövetkezett változásokról itt sajnos nincs tér részletesebben szólni, és messzire is vezetne vállalt témámtól, ezért e gondolatkörből csak néhány az itteni problémakör szempontjából különösen fontos mozzanatot emelek ki. E felfogás a neveket, s köztük a helyneveket, gazdag jelentésszerkezettel rendelkező nyelvi elemeknek tekinti, amit a tudományos interpretálásokban is figyelembe kell venni. A névadást verbális aktusnak, cselekvésnek tartja, és szakít a korábban általánosan elfogadott fokozatos tulajdonnévé válás tételével. Ennek alapján elkülöníti, de pragmatikai, szocionomasztikai síkon, mint a névközösség tagjait, össze is kapcsolja a névadók és a névhasználók körét. Tekintettel van arra, hogy jelentéskülönbségek mutatkoznak az egyes helynévfajták, főképpen a természetes, illetve az ember alkotta helyek megnevezési és névhasználati forralmatában, sőt az egyes névfajták, például a településnevek különböző névtípusaihoz is eltérő jellemzők kapcsolódhatnak. Kiemeli továbbá a szemantikai, lexikális morfológiai és szintaktikai téren egyaránt megjelenő névminták szerepét és rendszeralkotó jellegét. A magyar történeti helynévkutatást az elmúlt évtizedekben erős és termékenynek bizonyuló hatások érték a névelmélet területéről, amelyek azonban leginkább közvetett módon érvényesültek. Nemzetközi téren ugyanis a történeti irányú kutatások az onomasztika figyelmének a perifériájára szorultak, s a helynevek terén jobbára az etimológiai vizsgálatokra korlátozódtak. Előtérbe kerültek a leuró jellegű elemzések, az alkalmazott névtudományi megközelítés, és a két ősi névfajta, a személynév és a helynév mellett egyre nagyobb
kapott, egyre nagyobb teret kapott az újabban kialakult névfajtáknak a vizsgálata. Mindezt szemléletesen jelezte a legutóbb Debrecenben megrendezett 26. névtudományi kongresszus is, amire professzor úr is már utalt, amint egy 200 előadó közül alig tucatnyi foglalkozott helynév történeti kérdésekkel. A magyar névtani kutatásokban a történeti tematika a hagyományoknak megfelelően továbbra is vezető szerepet játszik. Nem gondolom azonban, hogy ez a nemzetközi élvonaltól való távolságot netán valamiféle elavult szemléletet jelezne. Ellenkezőleg, az említett kongresszus több más tényezővel együttesen azt is mutatta, hogy a hazai kutatások a nemzetközi onomasztika közvetlen élvonalába tartoznak. A magyar névkutatás erős történeti irányultsága, a magyar nyelvtörténeti kutatásokkal való szoros kapcsolata, a magyar nyelv történetének fentebb már jelzett, sajátos, más nyelvekétől eltérő forráshelyzetéből adódik. A magyar írásbeliség első 4 évszázadából a szórványemlékek magyar nevek 10,000-eit őrizték meg számunkra, miközben ebből a korból rajtuk kívül csupán az egyébként nyilvánvalóan rendkívül jelentőségű, de mindössze néhány tucatnyi mondatos, benne pár száz szót tartalmazó, úgynevezett korai kis szövegemlékek maradtak ránk, mint például az ismert halotti beszéd. Ez a körülmény érthető módon felértékeli a szórványemlékeknek a nyelvtörténeti jelentőségét. A magyar történeti személy- és helynévkutatás ebből következően elsősorban a nyelvtörténeti vizsgálatokkal tart szoros kapcsolatot, és az onomasztika területéről inkább csak az utóbbi évtizedekben kapott számottevő ösztönzést. Ez a sajátos tudományközi helyzet az erős történettudományi kapcsolatokkal együtt ugyanakkor rendkívül inspirálóan hatott a tudományterület művelésére és fejlődésére. A magyar helynévtörténeti kutatások terén az elméleti módszertani megújulás a közelmúltban elsősorban két csomópont körül bontakozott ki. A helynév rekonstrukciós eljárás az egyes helynevekre, mint a rendszer elemeire fordít figyelmet, a relatív kronológiai vizsgálat pedig a névrendszer belső összefüggéseit igyekszik feltárni. A továbbiakban ezeket mutatom be részletesen. A helynevek nyelvészeti vizsgálatában a kezdetek óta meghatározó szerepe van az etimológiai elemzésnek. Az etimológus azt tartja többnyire elsődleges feladatának, hogy bemutassa a névnek a keletkezésekor feltehető nyelvi alakját, leginkább a morfológiai és a fonológiai szerkezetét. A névmagyarázat a helynév keletkezésének a pillanatára összpontosítja a figyelmet egy olyan helyzetre, amely a történeti korokra vonatkozóan csak egészen kivételes esetben ismerhető meg konkrétan. A nevek bonyolult, többdimenziós rendszerben jönnek létre, és sokrétű helyzetekben funkcionálnak, s e tényezők minél szélesebb körű figyelembevétele elősegítheti a mélyebb megismerésüket is. Azt a vizsgálati módszert, amely a neveket összetett viszonyrendszerükben elemzi, helynévrekonstrukciónak nevezzük. Ennek egyes elemei többé-kevésbé már korábban is megjelentek az etimológiai magyarázatokban, főleg Melich János részletező és Benkő Loránd széles látókörű névfejtéseiben, de egységes módszerré csak az utóbbi időben szerveződtek. Mit tekinthetünk e módszeres vizsgálati eljárás legfőbb összetevőinek, szempontjainak? Elsőnek arra a nyilvánvaló, noha a korábbiakban csak ritkán megvalósult követelményre utalok, hogy minden egyes történeti helynévadatot a forrásának a közegében kell megvizsgálni. Az egyes nyelvemlékeknek, az előzőekben már említett jellemzőin túlmenően, a helyesírási sajátosságai is alapjaiban határozzák meg a benne lévő elemek nyelvi interpretációját. Az elmúlt évek kutatásai azt is bizonyították, hogy a magyar szavak elemzését a latin szövegkörnyezetből sem szabad kiszakítani. A történeti szociolingvisztikai kutatások pedig rávilágítottak arra, hogy az oklevelek létrehozásában szerepet játszó személyek nyelvi hatásával közvetlenül is számolni kell bizonyos esetekben. Az oklevelek megszövegőzőinek nyelvi lenyomatát például a nevek névrészek latinra történő lefordításában, a nevek szerkezetét érintő változtatásokban, egyes közszói elemek latin szövegben való használatában érhetjük tetten. Ez a szerzői beavatkozás jelentősebb mértékű is lehetett a szórványemlékek egyik fontos műfajában, a történeti tárgyú munkákban.
Benkő Loránd számos ilyen esetet mutatott be Anonymous gesztájából. Azt, hogy az egyes elemek forrás környezetében történő vizsgálata milyen előnyökkel jár, legnyilvánvalóbban a nyelvemlék monográfiák mutatják, amely a magyar nyelvtörténeti kutatásoknak egy fontos vonulata. E kritérium szemléltetéseképpen a Tihanyi alapító levélben említett szövegrészt mutatok be. A Tihanyi alapító levélnek itt a turku formában megjelenő szórványa jelenik meg. Ennek a kiejtése elvileg turku és türkü formában is rekonstruálható. A magyar név előtti lakus, tehát tó jelentősi földrajzi köznével, amely jellemzően appozíciós szerkezetet alkot az utána álló szóval, azaz így türkü nevű tóként értelmezhető, de előfordul az is, hogy az efféle kapcsolatok birtokos jelző szerkezetként szerepelnek, tehát a türkü hely, nevű hely tava értelmű. A kontextus értelmezése során felmerült problémát olyan módon oldhatjuk meg, hogy a névemlítést összevetjük az ugyanerre a helyre vonatkozó későbbi adatokkal. Ez a feladat a névrekonstrukciós eljárásnak fontos lépése egyúttal. Minden a helyre adott névadatot feltárva egy adat sorozat részeként láthatjuk így az egyes neveket. A turku esetében az itt bemutatott fontosabb előfordulások emelhetők ki ezek közül. A későbbi, már helyesírás történetileg egyértelműen interpretálható adatokból pedig világosan megállapítható, hogy a Tihanyi alapító levél adatát türkü formában kell olvasnunk, és így nem a torok, torkolat, hanem a török népnevet kereshetjük benne. Az azonos helyre vonatkozó megnevezések adatsorát azonban nem mindig könnyű összeállítani, mivel a hangtani módosulások mellett igen gyakran másféle változások is bekövetkeznek benne. A példaként hozott türkü név idővel ihelynévképzővel bővült, ma töreki nevet visel Siófok mellett, vagy az ugyancsak a Tihanyi apátságnak adományozott disznó egy somogyi birtok neve, pedig az új birtokosra utaló apáti névre cserélődött. E változás típusoknak az ismerete, melyet monografikus összegzéssel Tóth Valéria dolgozott föl, szintén nélkülözhetetlen az egyedi névrekonstrukciók elvégzéséhez is. A helynévrekonstrukcióban nem csak a történeti névanyagnak van fontos szerepe, hanem a modernkori, s közte leginkább az élőnyelvi helyneveknek is. Jól példázza ezt a Tihanyi alapítólevélben említett Kesztölc esete, ez ott a híres Fehérváru Reá, mennek Hodútú Reá előtt szerepel közvetlenül, illetve hát azzal együtt végül is, amelynek helyét Szentgyörgyi Rudolf ma is használatban lévő határnevek, mikrotoponímák segítségével tudta nagy pontossággal meghatározni. Ez az eset éppen az eredményével mutat rá arra a hatalmas hiányra, amelyet a tudományos kutatásban a Kárpát-medence élőnyelvi helyneveinek töredékes ismerete jelent. Rendkívül sajnálatos, hogy a kutatók széles körének szakmai felkészültsége, elszántsága ellenére ez a számos tudományterület számára fontos cél, amelyet még 1837-nél is korábban, 1817-ben Teleki József tűzött ki tudományos célként először. Ez a cél tehát a nyelvterület egészére kiterjedő tudományos helynévi adatbázis létrehozásával a mai napig sem valósulhatott meg. Kesztölc példája arra is rávilágít egyúttal, hogy a helynév rekonstrukció eljárásban fontos követelmény az, hogy a név által jelölt hely névadáskori valóságviszonyai összhangban legyenek a név etimológiai magyarázatával. Kesztölc nevét szlávok adták, eredeti formája kosztelicikként rekonstruálható, amely az őszláv kosztel, vár, erősség, erőtemplom szó, ici helynévképző származéka. Régészeti adatok igazolják, hogy a kérdéses helyen római kori tábor erődítmény állt, amelynek emlékét közvetve ma is őrzi az itteni Várdomb helynév. Mindez igazolja a névmagyarázat valós alapját. A Tihanyi alapító levélbeli Csastelicnek írott forma, feltehető korabeli ejtésmódja Kastelic lehetett, tehát egy nagyon nyílt e-hanggal, ez pedig a magyar nyelvi adaptációját jelzi a szláv eredetű névnek.
A nyelvek közötti kölcsönzés ügye a névrekonstrukciónak általában is központi kérdése, erre a továbbiakban még részletesebben kitérek. Ugyanígy alább konkrét területi névelemzés keretében mutatom be a helynévrekonstrukciónak azokat a további komponenseit is, amelyek a nevek rendszer kapcsolataival állnak összefüggésben. A helynévrekonstrukciós eljárás alkalmazása sok vonatkozásban módosítja, pontosítja a nevek eredetéről és változásáról szóló ismereteinket. Ezért elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy a módszertan alapján a közeljövőben elkezdődjenek egy teljességre törő magyar történeti etimológiai helynévszótárnak a munkálatai. A helynevek időviszonyainak elemzése korábban egy a Knyezsa István által kidolgozott elméletre, a helynevek kormeghatározó értékének tételére épült, amely szerint egyes névtípusoknak, a névegyedeinek a keletkezése pontos időhatárokhoz köthető. Ezt a megállapítást azonban ma már nem tartjuk elfogadhatólag, és így az erre épülő következtetések sem lehetnek érvényesek. Knyezsa múlhatatlan érdeme viszont, hogy rámutatott arra, hogy az egyes település névtípusok speciális nyelvi jellegzetességekkel jellemezhetők, és arra, hogy ezek időbeli és térbeli viszonyainak vizsgálata is számos tanulsággal jár. A helynevek időviszonyainak feltárásában a nevek keletkezési idejét pontosan meghatározni kívánó abszolút kronológiai helyébe, azonban a relatív kronológiai vizsgálat módszerét állíthatjuk. Ennek segítségével összevethetővé válnak az egyes településnévtípusok létrejöttének produktív időszakai. Ezt az összevetést csak is a forrásokban dokumentált adatok alapján tehetjük meg, noha tisztában vagyunk a nevek dokumentáltságának, benne az első említésüknek, az esetlegességével. Abból indulhatunk ki azonban, hogy a nevek első írások rögzítése és maguknak a forrásoknak a fennmaradása is véletlenszerű ugyan, de ez a körülmény mindegyik névegyedet és névtípust azonos módon érinti. Ebből következően pedig az egyes névtípusok egymáshoz viszonyított időbeliségét, azaz relatív kronológiáját, nagyobb névmennyiség esetén az első névelőfordulások is megbízhatóan kirajzolják. Ezt az összefüggést elsőként Rácz Anita igazolta, egy szemantikai tekintetben is homogén névtípus a népnévből alakult településnevek mintáján. Ebben a szemantikai típusban, mint legtöbb más település névtípusban is, a nevek négyféle morfológiai szerkezetben szerepelnek. A népnév állhat alapalakban, formás nélkül, mint például a német település névben, illetve helynévképzőben, mint a németiben. Ezek mellett az egyrészes nevek mellett kétrészesek is találhatók, a népnév települést jelentő földrajzi köznévi utótaggal áll, mint a német falu, vagy másodlagos alakulású névben meglévő település névhez is kapcsolódhat, német kál. E szerkezeti típusokba tartozó nevek első adatainak időbeli megoszlását ábrázolja az itt bemutatott diagram. Ezen azt láthatjuk, hogy a kékkel jelölt egyrészes nevek jóval korábban tűnnek fel a forrásokban, mint a kétrészesek, és a leggyakoribb előfordulások között is mintegy 100-150 év különbség mutatkozik. Az egyrészes nevek két típusának gyakorisága nagyjából párhuzamosan alakul, a kétrészes nevek két típusa között azonban mutatkozik némi időbeli eltérés is. A relatív kronológiai vizsgálat elvégezhető másfajta paraméterek szerint is. A következő diagram különböző szemantikai típusú nevek, az úgynevezett társadalmi csoportnévből, vagyis a törzsnévből, népnévből és a foglalkozásnévből, valamint a patrocíniumból, tehát a templomok címéből alakult településnevek relatív kronológiai viszonyát jelzi. A jelentős mennyiségi eltérések mellett az időbeli produktivitás terén is határozottan elkülönülnek a többitől a templom címből létrejött nevek. Rövid és intenzív gyarapodási időszakuk jelzi a névtípus elterjedésében komoly szerepet játszó egyházi befolyást. Feltűnik még, korábbi véleményeket cáfolva, a törzsnévi és a foglalkozási településnevek időbeli előfordulásának a hasonlósága. A népnévi településnevek görbéjének kettős csúcsa pedig nagy valószínűséggel a belső migráció megújuló erősödését mutatja. A relatív kronológiai vizsgálatok segítségével egy-egy térségen belül is jellemezhetők az egyes névtípusok időbeli viszonyai, illetve változásai.
A Bihar vármegye település neveire vonatkozóan elemzés azt mutatja be, hogyan változott meg a névrendszer összetétele két évszázadonként. A folyamat legfontosabb jellemzője a kékkel jelölt személynévből alakult településnevek arányának a változása. A régi névrendszernek ezek még mintegy a kétharmadát tették ki, négy évszázad múltán pedig már csak az egyharmadát. A természeti környezetre utaló nevek aránya a 12-14. Század között ugyancsak jelentősen megnőtt viszont, a piros színekkel feltüntetett kétrészes nevek pedig folyamatos gyarapodást mutatnak, az arányuk csaknem az ötszörösére nőtt. Csekélyebb mértékben ugyan, de jellemző a jövevény nevek, ezek zöld színnel láthatók, gyarapodása is, amely nem magyar nyelvű lakosság, itt elsősorban Biharról lévén szó román népesség folyamatos betelepülésére utal. Ezt a folyamatot a névalkotási eszközök oldaláról is megvizsgálhatjuk. Ez a diagram azt jelzi, hogy a régi helynévrendszer elemei döntően metonémiával és névképzéssel alakultak, ezt a kék szakaszok mutatják, később pedig egyre nagyobb teret kapott a szintagmatikus úton való névalkotás, amit a piros részek jelölnek. Ez a folyamat összhangban van a magyar nyelvben a közszavakat érintő szóalkotási módok produktivitásának az átalakulásával is. A relatív kronológiai vizsgálatok alapján azt a tapasztalatot szűrhetjük le, hogy az egyes szemantikai és morfológiai névtípusok, valamint a hozzájuk kapcsolódó névalkotási módok produktivitása más-más korszakokban jellemezte a magyar helynévrendszert. Ezen túlmenően a különböző névtípusok egyes térségekhez kapcsoló sajátos mintázata alkalmas arra, hogy kronológiai és területi szempontú nyelvi összevetések alapjául szolgáljon. Ennek szemléltetésére előadásom befejezéseképpen két térség, a Bakonyalja és a Zsitva völgye helynév mintázatát rajzolom fel. Elsősorban a magyar szlávnyelvi viszonyokra összpontosítom a figyelmemet. Elsőként a Bakonyalja helynév mintázatát mutatom be. Öt pataknak, a Marcal jobboldali mellékvizeinek a völgyében vizsgálva az ómagyar kori nyelvi viszonyokat. Erről a térségről Knyezsa István a 11. századra vonatkozóan azt állapította meg, hogy, ahogy az idézetben is látszik, szláv lakosság Észak-Dunántúl területén kétségkívül a Bakony nyugati lejtőin található a legtömörebben. Itt ugyanis nem csak a telepek nevei, vagyis a település nevek, hanem a patak nevek is túlnyomóan szláv eredetűek. Bizonyítékként négy szláv, egy magyar eredetű víznevet, valamint két szláv és öt magyar eredetű település nevet sorol föl. A 12 névből azonban csak 5 adatolható a 11. századból, s néhánynak ma már az etimológiai magyarázata sem fogadható el. Korábban Melich János 3 itteni szláv eredetű víznévről azt állapította meg, hogy már a 9. század második felében is meglehettek. Minthogy pedig megállapításaikat azóta sem cáfolta senki, mint ma is érvényes nyelvtörténeti vélemények forognak közkézen, nem csak a nyelvészeti, hanem a történettudományi munkákban is. Az öt folyóvölgy teljes ómagyarkori település névállományát, 176 nevet az újabb etimológiai irodalom, Kis Lajos földrajznevek etimológiai szótára alapján megvizsgálva, viszont az alábbi kép tárul elénk. A 165 magyar eredetű név mellett mindössze 4 szláv eredetűnek tartott nevet találunk. Ez Vinár, Csatár, Zsemlér, valamint Rendek. Ám etimológiai problémák ezekkel kapcsolatban is jócskán akadnak. Vinár nevét például egy bortermelők, szőlőművelők jelentésű szláv foglalkozás névre szokás visszavezetni. Ez a származtatás azonban alapjaiban kérdőjeleződik meg akkor, ha a helynév rekonstrukció módszerét alkalmazva járunk el, annak az egyik alaptétele ugyanis az, mint láttuk, hogy a név által jelölt hely valóságviszonyai nem lehet az etimológiai során figyelmen kívül hagyni. Vinár már pedig a Marcal és a Hajagos összefolyásának mélyfekvésű, egykor mocsaras szögletében feküdt, ami szőlőművelése teljességgel alkalmatlan. Arról nem is beszélve, hogy a Hajagos völgyében, tehát a folyóvölgyben mintegy 20 kilométerrel feljebb fekszik a Somlóhegy, mellette pedig a foglalkozás névi eredetű nevet viselő szőlős település név, ami valóban ilyenfajta kultúrának az emléke. Szláv foglalkozás névre vezethetők vissza, ez szemlélet szerint Csatár és Zsemlér neve is az egyik pajzsgyártókat, a másik zsemlesütőket jelentett volna, ezekre majd még visszatérek.
ezeknek az eredete is, szláv eredete is erősen kétséges. Rendek nevét, ennek régen rednek volt az alakja, szláv nyelvekben ez elsősorban víznévként szerepel, a rúda érc, vagy a rud vörös jelentésű szóra vezetik vissza. A településnév másodlagos volt, egy pataknévhez képest, az itteni esetben is ugyanúgy elképzelhető, ahogy ezt a nyelvterület más részeiben látjuk. Összességében megállapíthatjuk tehát, hogy a térségben olyan településnevet nem találunk, amely minden kétséget kizáróan közvetlenül szláv nyelvű névadóktól származna. Olyat pedig pláne nem, amely valamely nyelvi sajátosságával arra utalna, hogy a magyarok előtt e vidéken szláv népesség állt. Minden kétséget kizáróan azonban szláv eredetűek e térség víznevei közül a gerence, a tapolca, a torna és a valamivel bizonytalanabb etimológiájú bitva megnevezései. Ezek szláv nyelvbeli morfológiai szerkezetét a dián láthatják. Ez a névmintázat a hosszabb több településen átfolyó patakok szláv eredetű neveinek és a völgyükben fekvő települések magyar eredetű neveinek az együttes előfordulása, onomasztikai szabályszerűségek alapján kétségkívül azt jelzi, hogy a térségbe betelepülő magyarság ott szláv nyelvű népességet talált. A vízneveiket átvette, a település neveiket azonban nem, hanem maga adott nevet a lakóhelyeinek, birtokainak. Arról, hogy a két nyelv találkozása a Bakony alján mikor történt meg, nyelv- és névtörténeti eszközökkel nem tudunk nyilatkozni. A legkorábbi 11. századi adatok, illetőleg az akkora kétségkívül valószínűsíthető neveknek a száma igen csekély ugyanis ezen a területen. Ezt mutatja a dián látható térkép és alul a rövid kis lista. E térségre tehát nem áll Kristó Gyulának az a tétele, amelyet Knyezsa véleményét bírálva fogalmazott meg általános érvénnyel, hogy tudnélik a magyarok, idézem, a szláv víz- és településneveket átvették, ahol egyáltalán volt ilyen, de a szláv eredetű helynév környezetének mikrotoponímiáját, a határneveket már a magyarok alkották meg saját nyelvükön. Kristónak, s korábban Knyezsának és Meléknek az a felfogása, amely a Kárpát-medence egészében egyneműnek tekinti a magyar szláv nyelvi kapcsolatoknak a helynév mintázatokban tükröződő jellegét, elsősorban elméleti feltevésekre, nem pedig helynév adatoknak az elemzésére épült. Az egyes térségek helynév viszonyainak konkrét vizsgálata azonban azt mutatja, hogy akár hasonló nyelvi érintkezési körülmények is eredményezhettek eltérő helynév mintázatot. Jól példázza ezt a Zsitva folyó völgyének helynévállománya. A Zsitva korábban a Duna mellékvize volt, de a folyószabályozások révén ma a Nyitrába ömlik. A folyó völgye természetföldrajzi tekintetben egykor három részre oszlott, alsó kétharmada alföldi jellegű mocsaras térségben folyt, feljebb a jelzett Verebély és Marót között dombos hullámos területen, felső szakaszán pedig erdős hegyek között haladt. Nyezsa István e térség 11. századi nyelvi helyzetéről azt állapította meg, hogy a tiszta magyar nyelvterület északi határa Verebélynél húzódott, és ettől északra, Marót magasságáig egy széles sávot találunk, amelyen vegyes magyar tót lakosságot igazolhatunk. Ezt a véleményét 17 helynévre alapozta, amelyek közül csupán 4-nek van a 11. századból való adata. Györfi György, Bars vármegye történeti földrajzát megrajzolva, lényegében ugyanezt állapította meg 15 szláv eredetű nevet felsorolva. A legrészletezőbb véleményt Kristó Gyula fogalmazta meg, aki szerint az északi részen, idézem, a szlávság egy része túlélte a magyar honfoglalást, és a 11. századtól kezdődően erre a szláv etnikumra rétegződött rá az egymásra torlódó telepítések révén az újabb és újabb szláv népesség. A betelepítés pedig már korán, alkalmasint a tatárjárást megelőzően elkezdődhetett. Ennél jóval differenciáltabb kép rajzolható meg a Zsitva völgy teljes korai jómagyar kori, azaz 1350 eleti helynévanyagából, mintegy 180 helynévből, ez 118 település, 129 névváltozatát, és mellette 49 mikronevet, tehát patakok, hegyek, határészek megnevezését jelenti. A már említett Verebélytől délre,
illetőleg északra eső alsó és felső folyóvölgy névrendszere fontos különbséget mutat. Míg az alsó részen a szláv eredetű nevek rétegét egyedül a zsitva neve képviseli, addig a jóval nagyobb névsűrűségi felső térségben a szláv eredetű elnevezések névállomány több mint egynegyedét teszik ki, ugye ez a pirossal jelölt körszelet. A zsitva neve kétség kívül szláv eredetű. A zsito gabona tőből jött létre egy ovű helynévképzővel, és első említései még a magyarban is az eredeti zsitova alakot mutatják. Az alsó folyóvölgy névmintázata a szláv eredetű folyónév és a magyar eredetű településnevek, továbbá emellett még magyar mikronevek is, emlékeztet a bakonyalja névviszonyaira. Ám ezek mögött nem szükséges ugyanazt a településtörténeti hátteret feltételeznünk. A zsitva nevét ugyanis nem feltétlenül ebben a térségben ismerte meg a magyarság a szlávoktól, hanem a folyó felső völgyében is átvehette tőlük. Annál is inkább, mert a zsitva neve a helynévrekonstrukciós vizsgálat szerint a folyónak éppen a Verebély és Marolt közötti részén, mint szakasznév keletkezhetett. Ezt abból tudhatjuk, hogy a folyónak ez a térsége volt csak alkalmas a gabonatermelésre, a feljebb fekvő erdős, hegyes, és az alsó mocsaras részen ez a kultúra legfeljebb csak jóval később honosodhatott meg. Bizonyára nem független ettől az sem, hogy az északi folyóvölgy száv eredetű település nevei, Szelepcsény, Taszár, Kelecsény, stb. Éppen ezen a részen csoportosulnak, ami jól látható az itteni térképen is. E folyóvölgyben szláv eredetű a több településen átfolyó patakok neveinek, például Dervence, Rohoznica, Topolnica nagy része is, továbbá néhány nagyobb hegy, mint a Tribecs, a Piliske, Divény megnevezése. A mikronevek többsége azonban, itt a kékek mutatják, magyar eredetű. Ez a névmintázat a névállomány belső összefüggéseinek itt sajnos nem részletezhető aprólékos vizsgálata eredményeképpen azt mutatja, hogy a zsitva felső völgyébe betelepülő magyarság ott szláv nyelvű népességet talált, és a maga településeit köztük lévő térségekben hozta létre. Ezt a település térkép nagyon jól mutatja. A szlávoktól pedig mind a településeiknek, mind pedig a nagyobb vizeknek a neveit átvette. Érdemes megjegyezni, hogy betelepülő népességre utal négy itteni település neve. Ebből három még a magyarság megjelenése előtt jöhetett létre, amit az mutat, hogy a szláv nyelvű környezetnek megfelelően szláv nyelvi elemekből alkotott névelemekkel jelölték meg a jövevények falvait. Németek lakhatták Nemcsény és Nemcsic, sziléziaiak pedig Szelezsény települést. A szakirodalom Marót nevét is szláv eredetűnek tartja, pedig ez a morva nép régi magyar nyelvű megnevezéséből jött létre. Így a névadás is a magyarokhoz köthető, ahogyan azt rácanítának a népnévi település neveket tárgyaló Iker monográfiája alapján megállapítható. Ezek a példák egyúttal azt is jelzik, hogy a névrekonstrukciós eljárásnak fontos része egyfelől a lokális névkörnyezetnek, másfelől pedig a névtípusba, jelen esetben a népnévi eredetű településnevekbe a pontos ismerete, figyelembevétele. A névrekonstrukció tekintetében tanulságos Taszár esete is. Ez a név egy ács jelentésű szláv foglalkozásnévből jött létre, ugyanúgy foglalkozásnévből, mint a bakonyalján már említett, annak tekintett csatár, zsemlér és vinár is. A névtípus két tagját, a taszár teszér és a csatár csitár neveket Tóth Valéria elemezte a tájás Kárpát-medencei adatolásra törekvően. A nevek egyező szemantikai és morfológiai szerkezet ellenére azt állapította meg, hogy míg a Taszár-Teszér település nevek a magyarban szláv átvételek, tehát mint helyneveket vett át a magyar nyelv, addig a csatár-csitár neveknek a közszói alapja kerülhetett át a magyarba, tehát egy pajzsgyártó jelentésű szó, így az utóbbi település nevek magyar névadókhoz köthetők. Ez az elemzés azt mutatja, hogy a névrekonstrukciós eljárásnak fontos összetevője az egyes neveknek az adott nyelv egész korabeli rendszeréhez, a teljes közszói és személynévi állományához való viszonyítása is. Tisztázásra várna még az a kérdés is, hogy a magyarok mikor települtek be a zsitva völgyébe, annak különböző térségeire. Erre azonban nyelvészeti eszközök segítségével sajnos nem tudunk választ adni. Erről a vidékről a legkorábbi néhány adat,
a Taszár és az udvar település nevek, a Zsitva, Zsikva, Tormás víznevek. A Garamszent Benedeki alapítólevél 11. századi 1075-re tehető rétegéből maradt ránk, ami a megtelepedés ügyében természetesen nem lehet irányadó. Az azonban a legtöbb esetben maguknak az adatoknak a nyelvi alakjából is kitűnik, hogy a szlávok által adott és használt nevek adaptálódtak a magyar nyelvbe, a legtöbb név már első említésekor is ilyen, azaz magyaros formában jelenik meg a forrásokban. Emögött többféle névszociológiai körülmény is meghúzódhat, jelezheti egyrészt a szláv-magyar együttélést, s benne bizonyos mértékű kétnyelvűséget, de utalhat másrészt a szláv nyelvű népességnek a nyelvváltására, elmagyarosodására is. Megválaszolásra vár még egy kérdés. Mi a magyarázata annak, hogy a magyar és a szláv nyelvű népesség találkozása nyomán az itt vizsgált két térségben, a Bakonyalján és a Zsitva mentén eltérő helynév mintázat alakult ki? Ez többféle körülmény is előidézhette. A folyamat időbeli különbsége, a két nyelvhasználói csoport számbeli eltérése, az érintkezés intenzitásának a mértéke, és még tovább sorolhatnánk a feltehető okokat. További térségek összevető vizsgálata némely részletet tovább is pontosíthat ezen, de pusztán a helynevek vallomása alapján ezekre a kérdésekre teljes körű választ aligha kaphatunk. Ez pedig egyúttal a nyelv és névtörténeti vizsgálatoknak a korlátait is megmutatja. Mivel ezek a problémák más tudományterületek művelőit, elsősorban a történészeket és a régészeket is foglalkoztatják, újabb eredmények leginkább e disziplinák közös munkája révén várhatók. Ehhez azonban nem elegendő a kutatók között régóta fennálló hagyományos kommunikáció, sokkal inkább, megítélésem szerint, közös kutatási programokra van szükség. Ettől remélhető elsősorban a honfoglalás utáni évszázadok nyelvi etnikai viszonyainak az eddigieket érdemben meghaladó megismerése. Mindez pedig úgy gondolom, a jelenleginél jóval biztosabb tudományos alapot jelentene a magyarság ez előtti korábbi történetének újszerű megvilágításához is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!